Szeretettel köszöntöm a Kiskörös városának lakosait, az evangélikus testvéreket, Erősvár a mi Istenünk, két bibliai igével köszöntöm Önöket. Az első bibliai ige megírva található Péter első levelében, az első fejezet harmadik versében: áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által élő reménységre. A másik bibliai ige szintén Péter leveléből való, az első levél második fejezetének második verse: mint a ma született csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Halleluja! 2021 újra az úrvacsora éve. Az úrvacsorához néhány gondolat: kenyér és bor. Magamtól valami ünnepélyesre gondolnék, különlegeset várnék. Elvégre az úrvacsora hitünk legmélyebb titka. És pontosan erről van szó: nem én emelkedem ünnepélyesen Istenhez, hanem ő jön hozzám. Olyan egyszerű, hétköznapi és mindennapi módon, mint egy falat kenyér. Isten áldása legyen Isten tiszteletünkön. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Mint a most született csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Szeretem az Urat, mert meghallgat, meghallgatja könyörgésem hangját. Megmentette lelkemet a haláltól, lábamat az elbotlástól. Ezért az Úr színe előtt fogok járni az élők földjén. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ime újjá lett minden. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, nem vagyok méltó arra a kegyelemre, amelyet megváltunk feltámasztásával készítettél nekünk. Mégis kérlek, légy hozzám irgalmas, és támasd fel engem új életre bűnbocsájtó kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim,
Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható Isten, aki feltámasztottad fiadat a halálból, add, hogy kegyelemből újjászületetten mi is új életben járjunk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek szent igéjét, amint azokat megírva találjuk János evangéliumában, a 20. fejezet 19. versétől a következőképpen. Aznap pedig beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ezt mondta nekik. Békesség nektek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok bűneiket, azok bocsánatot nyernek, akikét pedig megtartjátok, azoknak bűnei megmaradnak. Tamás pedig egy a 12 közül, akit ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem kezem az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta. Békesség nektek! Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram, én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Sok más jelt is tett Jézus tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyetek. Jézus, a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Oh,
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek szent igéjét, amint azokat megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelében, a negyedik fejezet tizedik versétől a következőképpen. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folytán szüntelen a halál révében állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Amen. Kedves testvérem, az Úr Jézus Krisztusban Pál apostol szereti a kontrasztos fogalmazást, sőt, még az iróniát is annak a szolgálatába állítja, aki elhívta őt az evangélium hirdetésére. Szemben állítja az életet és a halált. Azt írja, a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Tulajdonképpen mindenki elmondhatja, hogy a halál bennünk végzi munkáját, hiszen állandóan a halál révében állunk. Ezzel a mitológiai képpel valóban a halál révében állunk, eszembe jut egy nagyon szép ének, sajnos ritkán énekeljük, mert elég nehéz a dallama. A 499. ének, életünkben szüntelen halál lesi léptünk, segítséget, irgalmat kérve kihez térjünk. Ó, Urunk, csak Te hozzád, ím bánjuk sok gonoszságunk, melyekkel megbántottunk. Szentséges Úristen, szent és erős Isten, irgalmas és áldott megváltó, ki örök vagy, halál ínségében elveszni minket ne hagy, irgalmaz nekünk. Annyit tudnunk kell, hogy Pál apostolt a korintusiak megvádolták, hogy olyan gyenge alak, aki nem látszik meg, hogy az üdvösség részese lenne. Pál valóban a kereszt teológusa, ahogyan Luther számára is egyetlen teológia volt a kereszt teológiája. A teológiát Jézus keresztje, Jézus halála határozta meg. A földbe esett búzaszem teológiája, így ő maga is szüntelen a halál révében áll, és Jézus halálát hordozza halandó testében. És ahogyan a búzaszem, ahogy elvetésre kerül, nem marad egymaga, sőt, szárba szökken, és aztán meghozza a maga termését, a föltámadott Jézus is látható a tanítványok életében. Ha csak a halállal állnánk szembe, az valami szörnyű lenne úgy leélni az életünket, hogy a halált úgy lássuk, mint végső állomást, hát ez egy borzalmas tudat lenne, és egy borzalmas távlat. Számolgatni éveink számát, és arra gondolni, hogy egyszer minden befejeződik, mindennek vége, oda lesznek értékeink, és nagyon jól tudjuk, hogy amit mi értéknek vélünk, halálunk után mások talán egyszerű kacatnak vélik. Lehet, hogy arra gondolunk, hogy nem hiába éltünk, hiszen azért valamit hagyunk magunk után, esetleg egy fölépített házat, vagy egy kis megtakarított vagyont, vagy valami életművet, de azért arra is gondolunk, hogy a híres emberek hagynak maguk után értékeket, életműveket, híres emberekről évente egyszer legalább megemlékeznek, de rólunk egyszerű emberekről ezt nem lehet elmondani. Vannak, akik úgy gondolják, hogy utódaikban élnek tovább, ez is igaz valamelyest, de mi van olyankor, ha nincs utód? Talán azzal vigasztaljuk magunkat így a halál révében állva, tudva azt, hogy egyszer a mi halálunk is bekövetkezik, hogy majd megemlékeznek ránk, hogy mi is megemlékezünk őseinkre, úgy majd életünk végén
ránk is fognak emlékezni. De valahogy érezzük belül, hogy ez azért nem az igazi. Hányszor olvassuk régi-régi, már a temetőkben lejárt sírokon, emléked örökké él, és nagyon jól tudjuk, hogy már nincsenek azok, akik megállnának a síremlék előtt. Az élet munkája nem az, hogy emlékezünk halottainkra, hanem az élet győzelmére kell gondolnunk. Persze ez nem magától történik, hanem csak úgy, hogy Jézus élete látható lesz halandó testünkben. Pál apostol az életét is föláldozná az evangélium ügyéért, csak hogy a gyülekezet épüljön, és tagjain látszódjék, hogy Krisztust követő hívő emberek. Így fogalmaz az apostol, pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, akikben ugyanaz a hit, ugyanaz a lélek látszik, azaz, akikben Krisztus lelke munkálkodik, azokban a Szentlélek elvégzi megelevenítő munkáját. És ahogyan Krisztus feltámadt a halálból, úgy minket is feltámaszt, akik hiszünk a megváltóban. A feltámadottban való hit olyan, amelyet tovább kell adni, azt nem lehet elhallgatni. Ezért írja az apostol, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, azért szólunk. Húsvét után tulajdonképpen minden vasárnap, sőt, minden nap arra emlékezünk, és a tanítványok is erre emlékeztették a gyülekezetet, és Pál apostol is a bizonyság tételével emlékeztette a gyülekezetet Jézus halálára, de ugyanúgy Jézus föltámadására. Hogy munkálkodjon bennünk Jézus halála, mint az apostolban, és ezért látható legyen halandó testünkön Jézusnak az élete. Nagyon zűrzavaros világban élünk, különösképpen vallásilag zűrzavaros világban. Sokszor föltesszük talán a kérdést, ki a hiteles személyiség, ki a hiteles prédikátor, ki a hiteles lelkipásztor. Hiszen hamis proféták tucatnyai hirdetik a tévtanításokat, és sokszor az embereket megtévesztenek, és így az emberek szomorúak, bánatosak, befelé fordulók, depressziósak, élettől idegenek lesznek, és a másik ember életét se becsülik semmibe. Nagyon érdekes, a korintusiak között is megjelent ez a fajta tévtanítás, hamis tanítás. A korintusi testvérek válogattak az igehirdetők közül. Voltak, akik pártiak voltak, Pál pártiak, Pál tartották igehirdetőnek, fontos személyiségnek, de voltak olyanok, akik Péter pártiak voltak, és azt mondták, Péter látta az Urat, Pál csak egy fényt látott, meg égi hangot hallott, Saul, Saul, miért üldözöl engem, és ez kevés volt a korintusi testvéreknek, Pétert, Kéfást tartották az igazi igehirdetőnek. És voltak olyanok, akik Apollós pártiak voltak, Apollós retorikát, hitszónoklatot tanult ember volt, és lehet, hogy a szónoklatával, prédikációjával még könnyeket is csalt ki a hallgatóság szeméből, és sokan azt mondták, igen, Apollós az igazi igehirdető, felkészült szólnak. Az bizonyos, hogy van eltérés apostol és apostol között, lelkész és lelkész között, keresztény ember és keresztény ember között, de mi alapján tekintjük hitelesnek, amit mond? Korintusiak a maguk módján a sikerhez kötötték mindezt. Pál apostolra úgy tekintettek, mint akinek nincs ajánló levele a jeruzsálemi keresztényektől, hazuk és hamis prófétának tartották. Testében gyengének, beszédében szánalmasnak tartották. Ha igazán Krisztus szolgája volna, akkor megnyerő, sikeres, gazdag, magabiztos fellépésű volna. Ma is ismerünk ilyen álláspontokat, különösebben olyan keresztényeknél, akik azt mondják, ha hozzánk tartozol, akkor életed csupa siker lesz, akkor elkerüld a betegségeket, hiszen Isten azt akarja, hogy egészséges légy, hogy mindig gond nélkül éld az életedet.
És micsoda hamis tanítás ez, mi sokan el is hiszik. Bedőlnek ennek a hamis tannak. Aki pedig nem ilyen, az nem érdemes az életre. Aki beteg, az biztos valami nagy bűnt követett el. És ilyen hamisságokat hirdetnek. Talán a korintusi testvérek között is voltak ilyenek. Pál személyes válasza, hogy az ő hitelességét a gyülekezet bizonyítja. A bizonyítéka, hogy az ő munkája révén Krisztus egyháza terjed, és gyökeret ver az a tan, amit ő tanít, még abban az üllött városban, Korintusban is. A kincs, amely hozzájuk érkezett, maga a föltámadott Jézus Krisztus, nem aranyedérbe érkezett, hanem törékeny cserépedényben, ahogy az apostol írja a megelőző szakaszban, Pál apostol törékeny testében. Ez Isten csodája, hogy éppen ezért hiteles az apostol szolgálata, mert Krisztust hirdeti. Nem külső erő meg ajánló levél a döntő, hanem az Úr Jézus Krisztus, a biztos alap. És így a szenvedést is egészen más megvilágításban látja. Nem a hit gyöngeségét jelzi, hanem éppen fordítva. Krisztus halálát hordozzuk testünkben, és így majd Krisztus élete lesz látható életünkben. A szenvedés elől nem menekülni kell tehát, hanem elfogadni hittel, és hordozni a keresztet. Így hát Krisztus szenvedését hordozzuk magunkban mi is. A keresztény élet nem arról híres, hogy minden simán megy, vannak és lesznek problémáink, gondjaink. Egyet azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy Jézus velünk van minden örömünkben, minden bánatunkban, gyászunkban, szomorúságunkban, hiszen ő mondja, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Pál apostol azt tanítja, hogy nem a külső megjelenés a döntő, hanem a belső tartalom. Nem az edény cserép volta, hanem a belső drága kincs. Az arany edérből is lehet drága kincset előhozni. Az egyház legnagyobb kincse a megfeszített, föltámadott, élő Jézus Krisztus. Őt kell hirdetni mindenütt. Megfigyelhetjük, hogy az Ószövetség prófétái és az egyház apostolai gyenge, esendő emberek voltak. De mindig Isten követeiként hirdették az Isten szavát, az Isten igéjét. Mert nem a rátermettségük, hanem az Istenben való hitük és elhívásuk teszi őket alkalmassá a prófétai és az apostoli szolgálatra. Nem a maguk dicsőségét keresték, nem a népszerűséget, hanem Jézus Krisztus halálát hordozták magukban, hogy életükben Jézus élete ragyogjon. Figyeljünk hát húsvét fényében az igaz hitre, az igaz mártíromságra, és álljunk be az igaz keresztények sorába. Húsvétkor Isten megtörte a halál erejét, örök életet ajándékozott mindazoknak, akik hisznek ő benne. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, aki a halálból az életre keltetted Krisztust, ami megváltónkat, hogy új élet teremtője legyen, törd meg bennünk a bűn hatalmát, hogy új teremtés legyünk Krisztusban, és az ő szeretete szorongasson minket, hogy többé ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt. Amen. Thank you.
Imádkozzunk. Kegyelmes mennyei atyánk, állunk és magasztalunk téged, hogy szent igédet ma is hirdetett szolgáid által. Add, hogy szent igéd gazdagsága bennünk maradjon, és mi annak gyümölcseit teremjük hitben és szeretetben. Óv meg minket minden gonosztól, irigységtől és gőgtől, viszálytól és szeretetlenségtől, hitetlenségtől és megkeseredéstől. Könyörülj meg egyházunkon. Vezesd, irányíts szent lelkeddel. Add nekünk hűséges pásztorokat és igehirdetőket. Áld meg hazánkat, népünket, vezetőinket. Áld meg minden becsületes munkát és szándékot. Add, hogy mindnyájan egyetértéssel fáradozzunk népünk és az egész emberiség jólétéért és békességéért. Áld meg a házastársakat, hogy szent és tiszta életben járjanak. Neveld és vezess gyermekeinket, légy az özvegyekkel és árvákkal, az elhagyatottakkal és az egyedül maradtakkal, a szenvedőkkel és a betegekkel. Add, Urunk, hogy minden gyermeked békében élhessen, és élete végén elnyerje üdvösségedet az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.